estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit. Pályafutása egyik legnehezebb megmérettetésén van túl Szikszai Béla. A debreceni rallycrossosnak az ellenfelek mellett a technika ördögével is fel kellett vennie a harcot az év első versenyén. Bészi a negyedik helyen végzett a kakucsiringen, és bízik a sikeresebb folytatásban. Vendégem Szikszai Bészi. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Üdvözlöm a kedves nézőket. Na hát megvolt az első verseny itt az évben, de azért picit először beszéljünk már ennek a versenynek a verseny előtti hangolódásról. Kabán voltatok egy nagyon sikeres verseny, ott 4-ből 4 díjat söpörtél be, és hát úgy tűnt, hogy minden a sinen van. Az a megmérettetés hogyan sikerült, hogyan emlékszel vissza rá? Igen, a kabai versenyt egy igazából egy főpróbának szántuk. Ugye az OB szereplésünk előtt egy héttel, itt elsősorban nem a verseny eredményére koncentráltunk, hanem hogy próbáljuk az autóval minél többet menni, és minél jobban összeszokni egy héttel az éles bevetésünk előtt, ami egyébként annyira jól sikerült, hogy ugye 94 nevezőből azt hiszem abszolút elsők lettünk, ezáltal minden kategóriában besöpörtük az első helyet is, úgyhogy amit lehetett megnyertünk, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó felkészülésnek tűnt, illetve előjelnek tűnt a most elmúlt hétvégével kapcsolatban, de sajnos ez nem így sikerült. Itt a 4 díj közül egyébként van-e, ami a legértékesebb számodra? Ugye volt itt abszolút, volt itt BMW-s, licenszes, van-e ezek között bármi különbség számodra? Nyilván ugye minden egyes kategóriában, ha valaki nyer vagy győz, az adott kategóriában a legjobbnak bizonyul, tehát az egy nagyon jó dolog, de a legértékesebb ebből nyilvánvalóan az abszolút első hely, hiszen ott ugye mindenkit egy kalap alá vesznek, és itt a teljes mezőny legelső neve velem kezdődött, és ez nagyon-nagyon jó szájízzel távoztunk Kabáról. Igen, ez a jó szájíz, ez sajnos aztán a kakucsiringen nem folytatódott itt, ahogy azért nézegettük a verseny közben, és akár ugye a Facebook oldaladon rendszeresen tájékoztatsz minket. Hát az első nap az nem úgy sikerült, hogy terveztétek. Hogyan is zajlott az a sok minden, ami ott nem jött össze? Ugye volt itt kuplungcsere, volt itt kardántengely probléma, az ülésbeállítás sem volt tökéletes. Mi történt? Nagyon egyszerű, és a verseny szférában elég gyakran előforduló problémával küzdöttünk, hogy picit megcsúsztunk a dolgokkal az autó felkészítését illetően. Nem volt úgy komoly a probléma, és ez az autó működött, nem volt úgy baj vele, viszont ezek az apró finom hangolási utolsó simítások, mondhatni így, kicsit elcsúsztunk vele, és például, mint az ülésbeállítással kapcsolatban az utolsó pillanatban cseréltünk benne ülést, és úgy voltunk vele, hogy ugyanarra a pozícióra tesszük vissza, mint a másikat, de ott szembesültünk vele a pénteki nap folyamán, hogy hát ez nem igazán ugyanoda esik, ahol volt, és nagyon kellemetlenül ültem egész hétvégén az autóba, úgyhogy fáj is a hátam azóta is, de sikerült abszolválnunk így is a dolgokat. Megérkeztünk pénteken a versenyre, és igazából szombaton volt az első olyan kezdett, amikor az autóval menni kellett, szabad edzés alkalmával, és az első szabad edzésen a frissen elkészült kardántengelyünk 2 kört bírt, úgyhogy ez nem sikerült túl hosszúra, de aggodalomra semmi ok nem volt, hiszen volt nálunk másik, és a második szabad edzésen nagyon úgy tűnt, hogy minden rendben van, felkészültünk az első futamra, a szombati nap első futamára, ami viszont sajnos borzalmasan sikerült, az autó egyszerűen letiltott 4000-es fordulatnál, és így kellett teljesen 6 kört, tehát nem csoda, hogy utolsók lettünk a futamban, gyakorlatilag mindenki megelőzött minket, és mikor lejöttünk, tovább szembesültem bizonyos problémákkal, miszerint a kuplung is oda lett, és elkopott, úgyhogy folytattuk egy kuplung cserével, és ez sajnos nem lett kész a szombati nap második futamára, tehát nem tudtunk felállni a rajtrácsra a második futamra, úgyhogy a szombati napunk az így telt. Ilyenkor egyébként hogyan lehet higgadtnak maradni? Ugye ott volt még a vasárnap 2 futammal, de hát azért ennyi csapás után gondolom, hogy nem volt egyszerű feltöltődni a következő versenynapra. Így van, egy kicsit el voltunk eseredve a szombati nap után, mert abszolút nem jellemző ránk ez a fajta szerelési láz ott a verseny helyszínén. Gyakorlatilag a pályafutásom jelentős részében azért nem a versenyeken szoktunk szerelni, és nem voltam ehhez, nem vagyok ehhez hozzászokva, de
gyorsan túl kellett magam rajta tegyem, hiszen jött a vasárnap, és meg kellett próbálnom helytállni, ha már így alakult a hétvége. És akkor ez a vasárnap, ez viszont azért szebb eredményeket is tartogatott. Készültél is nekünk egy kis videó összeállítással. A kollégákat megkérném, hogy akkor a beszélgetés alatt egy kis ízelítőt hadd kapjunk ebből a versenyből. Ugye a második nap első futama azért kifejezetten jól sikerült. Igen. Második voltál azon a futamon, ott azért remélem azért már kijött azért az igazi teljesítmény. Hát nem igazán egyébként, de mindenféleképpen a hétvége addigi teljesítményéhez képest nagyon-nagyon jól teljesítettünk abban a futamban, másodikok lettünk, kicsit úgy a lelkivilágom is helyre billent egy picit, és bizakodva vártam a negyedik futamot, ahol szintén nem sikerült túl jól az utolsó kvalifikációs futam. Egészen sokáig jól alakultak a dolgok, de ott az egyik kategória társal sikerültek is adókapokba belemenni, ami gyakorlatilag a szakág sajátossága, és ebből nem mi jöttünk ki olyan túl jól, és így sajnos csak a negyedik pozícióba tudtunk bejönni a negyedik kvalifikációs futamon, majd következett a döntő. És hát akkor most így picit, ha összegezzük az egészet, ugye most volt egy új autóváltásod, ez a BMW, ugye még most ismerkedtek egymással. Összességében ezután a verseny után hogy látod, hogy az milyen kihívásokat rejt ez az új kategória? Hát ugye az előző adásban elmondtam, hogy ez egy új autó, és gyakorlatilag próbálunk egymásra hangolódni. Ez egyelőre nem túlzottan sikerül, és be kell valami töredelmesen, hogy az autó beállításait illetően eléggé erdőbe vagyunk. Nem tudjuk egyelőre úgy beállítani az autót, amire képesnek kellene, hogy legyen. Egy-két jó részeredményünk van, ami biztatás vagy bizakodásra ad okot, de se a futombeállításban, se a teleszkópok beállításában, illetve a rajt programozásában, illetve a rajt elektronikának a beállításában azért egyelőre nem járunk az élen. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, és bízom benne, hogy minél hamarabb sikerül a jó utat megtalálni ebből a erdőből kifelé, hiszen így látjuk, hogy sajnos ez a erős mezőnyhöz képest ez karcsú lesz a jövőt illetően. És ami a jövőt illeti, a következő az már ugye Mária Pócs, az egyik legikonikusabb magyar helyszín, remélhetőleg már nézők előtt. Milyen tervekkel vágsz neki így ennek tudatában a következő futamnak? Mindenféleképpen próbálunk radikális változtatásokat eszközölni az autón, az autó beállításait illetően, hiszen láttuk, hogy ez nem működött. Úgyhogy most teljesen felforgatjuk az egész beállítási koncepciót, amit erre az évre terveztünk, és teljesen más beállításokkal próbálunk érkezni Mária Pócsra, ami nekem úgymond hazai pályának minősül, elég jól ismerem a pályát, én úgy gondolom, hogy egész jól körbe tudok rajta találni is, úgyhogy próbálunk ezzel a fajta új szemlélettel nekivágni ennek a jövő heti Mária Pócsi futamnak, és nagyon bízom benne, hogy sikeresebb beszélgetésnek lehetünk tanulni majd a következő adásban. A szurkolókról néhány szóban még, azért tudjuk, hogy van egy kis lelkes csapatod, szurkolótáborod, és hát nyilván azért sokkal jobb úgy versenyezni, hogy a lelátókon van egy kis zaj, egy kis zsibongás, nem pedig üres lelátók előtt versenyeztek. Igen, nagyon-nagyon hiányoznak a nézők, ezt minden egyes alkalommal, amikor beszélek valamelyik sajtóformátumban, ezt elmondom, hogy nagyon-nagyon hiányzik a nézők a pálya széléről. Ezt nyilván nekik is nagyon nehéz, nekünk is nagyon nehéz enélkül megfelelő motivációval nekivágni egy-egy futamnak, hogy nincs megfelelő nézőközönség, de sajnos most ezt az időszakot éljük. Én úgy látom és úgy gondolom, hogy lassan ebből most már, mintha látnánk a kiutat, bár egy picit óvatosan fogalmazok ezzel, de én úgy gondolom, hogy most már ezzel a védettségi igazolvánnyal, illetve abba az irányba megyünk most már ezzel az egész vírus dologgal, hogy remélem, hogy kifele jövünk ebből az egészből, és visszatérhetnek a nézők a pálya szélére, hiszen ennek a sportnak is, mint oly sok bármelyik másiknak, ez a sava borsa, a nézők és a szurkolók. Hát reméljük, hogy tényleg, amit itt beharangoztál te is a következő adásnál, már tényleg sokkal nagyobb sikerekről fogunk beszámolni. Sok sikert Mária Pócson, és a következő adásnál is várunk szeretettel majd. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőnk, ennyi volt már a hajrá, várom önöket a következő szerdán is, a viszontlátásra.